A Bad Movies legújabb élménybeszámolójával jelentkezem egyedül, ugyanis Sorter nem nézte meg a filmet. Az alany az Underworld negyedik része lesz, ami hát megpróbálja folytatni ezt a lassan eléggé C kategóriába nyúló franchise-t. Igazából nekem nem volt ezekkel az Underworld filmekkel soha semmi komoly bajom. Én el voltam mindegyikkel. Egy erős közepesnél többet egyik se tudott megütni, de azt nagyjából szállították, amit ígértek. Hát most eljött ugye a negyedik rész. Hát mit mondjak, én speciál nem vártam igazából semmit, és ehhez képest én baromira meglepődtem a film elején, ugyanis az első, hát 10 perc, nagyjából 10 perc, az piszok erős lett. Tehát igazából a film azzal indít, hogy ugye az emberek már tudomást szereztek a vámpírok, illetve a vérfarkasok háborújáról, és ahelyett, hogy hagyták volna, hogy ez a két faj szépen kiírtsa egymást, ehelyett szépen beavatkoztak, és a film elején egy ilyen igazi holokausz-szerű mészárszéget látunk, ahogy kommandósok törik rá az emberekre az ajtót, és kiráncigálják a vámpírokat, illetve a vérfarkasokat, és gyakorlatilag népírtásszerűen kivégzik őket, és ezt mindezt ilyen híradószerűen látjuk a la District 9. Egyáltalán nem volt rossz, sőt, én már elismerően csettintettem, hogy na, hát mi a fene ez? Szóval nekem ez baromira tetszett, és hát ebből a közegből menekül Selene és Michael, aztán őket elkapják, és hát itt jött az első komoly csalódás, hogy utána ugrunk 12 évet, és ahelyett, hogy folytatták volna ezt a holokauszt drámának beillő sztorit, ehelyett egy olyan jövőbe kerül Selene, ahol a vámpírok úgymond a csatornában élnek, és az emberek már gyakorlatilag elfelejtették őket, és azt hitték, hogy kihaltak. Tehát gyakorlatilag ugyanoda jutottunk, mint az első részben, és ez szerintem egy elég hülye húzás volt, mert sokkal többet ki lehetett volna hozni az elején látható témából. Selene befagyasztva találja magát egy ilyen Exogen nevű intézetben, ahonnan egy rejtélyes valaki kiszabadítja, megszökik, és találkozik ezzel a illetővel, aki egy kislány, és találkozik még vérfarkasokkal, meg vámpírokkal, akikkel a végén hadat üzennek ennek az Exogennek. Tehát igazából innentől fogva a film kb. 15. percében elkezdődik egy nagyon durva mindfuck, ami eltart egészen a film végéig, ezt hívjuk itt most sztorinak. Hogy mondjam, a filmnek az égvilágon semmi értelme nincs. Tehát az egész sztori egy iszonyatosan nagy baromság. Most, csak hogy érezzétek, hogy nem a levegőbe beszélek össze-vissza, egy-két dolgot így elmondok. Tehát kicsi spoiler, de erről az Exogen nevű vállalatról kiderül, hogy nem emberek alapították, hanem vérfarkasok. És hát azért ez érdekes, hogy 12 évvel egy hatalmas írtás után a vérfarkasok hogy tudtak egy vállalatot egyáltalán, tehát 12 évig hogy tudtak vérfarkasok egy bazi nagy gén vállalatot üzemeltetni. Tehát ez nagyjából olyan, mint hogyha a második világháború alatt a zsidók az egyik zsidó táborban nyitnának egy konszent. Tehát ilyen nincs. Aztán vannak a filmben ilyen megmagyarázhatatlan dolgok. Például a film közepe táján az egyik, hát úgymond mellékszereplő, fontosabb mellékszereplő meghal, mire Selene felvágja a hasát, és mint a Matrix végén Neo Trinity-t így újraéleszti. És ez oké is, mondjuk, hogy Selene egy isten, tehát eddig se tudtam, hogy ilyet tud, meg nem nagyon értem, hogyha ő ilyet tud, akkor egyáltalán miért háborúznak még, mert gyakorlatilag akkor ő egyfajta ilyen atya úristen, és gyakorlatilag nincs az egésznek tétje. De ott fekszenek még 30-an holtan, és őket nem éleszti föl, hanem inkább elmegy, azt az egyet meg, hát szóval miért nem élesz föl több embert, vagyis hát vámpírt. Aztán az egész, hogy most Selenét miért fagyasztották be, az a kislány hogy szabadította ki, meg egyáltalán ki ez a kislány, és hogy a francba kerül ide, hát nem nagyon tudunk meg róla semmit, szóval így ilyen hatalmas logikai hülyeségek vannak a sztoriban, amik a végére se tisztázódnak.
De az ilyen apróságokkal is tele van, például, hogy Szelenét tud ilyen baromi gyorsan futni, úgyhogy mint a szélvész, alig látod, és ez csak nagyon ritkán használja, és olyan helyzetekben sem használja, amikor pedig a józanész nagyon is megkövetelné. Aztán vannak ilyenek, hogy a film elején a kommandósok úgy vesznek be az éjszaka közepén egy dokkot, vagy hát úgy lopoznak be egy kikötői dokba, hogy az összesnek a fegyverén fel van kapcsolva az elemlámpa. Könyörgöm! Meg alapból a kommandosok fegyvere az elején úgy néz ki, mint ha a Halo-ból vagy a Csillagközi Invázióból szalajtották volna, aztán 12 évvel később meg teljesen klasszikus, normális fegyverekkel mennek. Szóval hihetetlen baromságok vannak. Egyébként az abszolút favoritom az volt, amikor a vérfarkasok elrabolják ezt a kislányt, és Szelené azt mondja, hogy őtőle a vérfarkasok élhetnek nyugodtan, neki úgyse volt velük soha baja, őt csak a kislány érdekli. Hát mi az, hogy úgyse volt velük baja? Hát könyörgöm, erre épül az egész franchise. Szóval a film egy, komolyan még egyszer mondom, egy iszonyatosan nagy hülyeség. A látvány az megint csak, hát sántít, szóval ugye próbálják itt a látványt azzal eltakarni, hogy hát az összes jelenet vaksötétbe játszódik gyakorlatilag, fényt nem nagyon találunk a másfél óra alatt, de tehát ez néhol működik egész jól, hogy sötétbe vannak az akciók, meg ugye a jelenetek, és akkor nem ütközik ki annyira a CGI-nek a hibája, illetve hát elég sok hibái, de azért, amikor úgy alakulnak át az emberek vérfarkassá, hogy villog a lámpa egy folyosón, és pont akkor alakulnak át, amikor a lámpa kialszik és sötét lesz, és mire újra kivilágosodik, addigra már ők vérfarkasok, az azért egy kicsit már, szóval az már gyanús, tehát az már látványosan gyanús. Hát szóval a látvány és a történet azok iszonyatosan rosszak, és hát most mondhatnám, hogy ez a film pocsék, de nem tudom, mert ugyanakkor meg pokoli szórakoztató. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki a film, hogy 15 perc akció, 5 perc duma, 15 perc akció, 10 perc duma, 15 perc akció, 5 perc duma, és az utolsó fél óra az megint csak egyetlen hatalmas nagy zúzás. Gyakorlatilag az Underworld 4-ben az akció mindent visz. Szóval egyszerűen az alkotók is nagyon jól ráéreztek arra, hogy ennek a sztorinak olyan szinten nincs értelme, hogy a legjobb lesz ezt úgymond csak keretként használni, és inkább egy iszonyú nagy akció orgiát kerekítettek belőle, és ez baromira szórakoztató. Szóval én is ezeket a hibákat, amiket most így hirtelen felsoroltam, ezeket csak arra volt időm, hogy elraktározzam magamba, miközben néztem a filmet, mert pislogni is féltem, mert féltem, hogy lemaradok valamiről, olyan szinten pörgött az egész. És mindemellett mocskosul véres a film. Hát szerintem a Daybreakers elbújhat a francba, mert itt csonkolástól kezdve fej széttépésén át nyak kiharapásig, de nem konkrétan megharapásig, hanem egész torok kiharapásáig mindent mutatnak. Szóval amit említettem, hogy mint Neo Trinity-t Szelené újraéleszti ezt a fickót, na azt se úgy képzeljétek el, mint a Matrix 2-ben, hogy ilyen kódokkal mutatják a nagy francot, itt rendesen mutatják, hogy felvágják a csávot, benyúl a csaj, és ott a szervek között, szóval elég gusztustalan. Ráadásul a film közepetáján egy nagyon durva szembeinjekciót is látunk, méghozzá premier plánba, szóval az a 18-as karika az ezúttal nagyon indokolt, és hát az akciók is, szóval nem azt mondom, hogy most itt a Michael Bay szinte, de rohadtul működnek. Van autósüldözés, van föld alatti barlangrendszerekbe játszódó ilyen nagyobb lövöldözés, van a végén egy komplett épület felrobbantása, szóval elég változatosak és pörögnek tényleg, szóval nem rossz a koreográfia, nem rossz a fényképezés. Tényleg, tehát az egész film gyakorlatilag egy másfél óra vérben tocsogó ész nélküli hentelés. Igazából nem tudom, van-e, aki ennél többet vár, én speciál ennyit vártam, és ezt meg is kaptam. Igaz, hogy a film eleje alapján talán egy kicsit jobbra számítottam, de aztán tényleg teljesen elvitte az agyamat ez az iszonyú nagy zúzás, ami van, és abszolút belefeledkeztem a dologba. Nem mondom, hogy ez a filmművészet csúcsa, de nem rossz, szóval abszolút élveztem a filmet.
Még két apró pozitívum, az egyik, hogy a 3D kifejezetten működik. Nem mondom, hogy avatar szint, vagy ilyesmi, de ilyen cirkuszi mutatvány szerűen egészen elmegy. És hát azért azt se felejtsük el, hogy két bekinszélt láthatjuk ebben a dögös, feszes bőrcucban, ami szerintem annyira szexi, hogy hát gatyarobbantó. És hát ha nem is ő a legtehetségesebb színésznő a világon, azért a vele együtt játszó Z-kategóriás arcokhoz képest kifejezetten sok színt tudott vinni az egyébként tök sablonos karakterébe, szóval szerintem ez is egy kifejezetten jó volt. Úgyhogy én nem mondom, hogy ez lesz az év filmje, vagy az év meglepetése, vagy valami, de én azt mondom, szerintem egyszer érdemes megnézni, mert szóval nem sokat ígér, de az tokkal vonóval leteszi az asztalra, és szerintem ilyen agykikapcsoló filmnél ennél nagyobb dicséret nincs is, úgyhogy aki szereti a franchise, vagy szereti az ilyen nagyon véres, nagyon brutális gyilkolásokat, azt szerintem nézze meg, mert az biztos jól fog szórakozni, de ne várjatok mesterművet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!